kell érni, az az elsődleges. Nem olyan könnyű pályák, igazi rally pályák, szűkek. Ha a köd nem lesz, akkor talán letalálunk rajta. Oh,
nem sikerült túl jól, valamire elment a világításunk, a biztosítékot kivágta. Nem jöttünk rá, hogy miért, mert a mai napon nem jelentkezett ez a probléma, úgyhogy teljesen sötétbe, lámpa nélkül mentünk végig. Ez kicsit megnehezítette a dolgunkat, úgyhogy nem mentünk ott már túl jó időt. A igazság szerint a mai napon az első gyors, tehát a Murvás részénél az körülbelül a fele után van, ilyen 16 km körül kaptunk egy defektet, egy kilométert még lementünk vele, hogy a széles részen ki tudjuk cserélni. Kicseréltük, de hát így már több percet kaptunk, legalább 5-5 pluszba, úgyhogy igazság szerint már a kiállást fontolgattam, de a navigátorom mondta, hogy próbáljuk meg végigérni. Mégis tapasztalatokat gyűjtöttünk, mentünk, ahogy tudtunk. Igazság szerint tetszett nekem a 25 kilométeres, jó lett volna. Hogyha az első körben nem kapunk defektet, a másodikban nem lett volna tejköd, akkor szerintem élvezhető lett volna, de így mind a kettő kör nekünk elment. Utána kivettek egyet etapnak, ott érdekes, nem volt köd, nem nagyon értettem, de mindegy. Túl vagyunk, itt vagyunk a célban, ennek nagyon örülünk. Igazság szerint nem értünk el jó eredményt, sajnos a sok problémák miatt. Teljes mértékben elégedett vagyok, de voltak hullámhegyek, meg hullámvölgyek. Ugye nyertünk, sikerült futamot nyernünk. Volt, hogy vezetőhelyről kellett kiállnunk műszaki hiba miatt, de általában a dobogó környékén voltunk. Tehát én elégedett vagyok a kocsival is, a csapattal is. Ez nekünk itt egy tanuló év volt, ezeket a hosszú távú versenyeket megtanulni. Nagyon összetett. Meglátjuk, hogy jövőre sikerül-e újra itt indulni ebbe a bajnokságba. Szeretnék köszönetet mondani a családomnak, a feleségemnek, gyermekeimnek, hogy sokat nélkülöznek, a szerelőimnek, akik mindig nagyon sokat segítenek az autó felkészítésébe, minden barátomnak, szurkolómnak, és a navigátoromnak, nem utolsó sorban, aki kiváló munkát végzett egész évben.